Start program van. Következőkben megpróbáljuk nektek megmutatni, hogy hogyan lakókocsizunk. Most ellátogatunk egy rendezvényre. Egészségedre! Lecsókészül? Mi lesz? Igen? Sülnek a lángosok is. Terül, asszonykám. Hozd a tányért, légy szíves. Nagyon sokan jöttek el, repülősök is, illetve csak úgy külsősök is. Repülés lesz előirányozva. Indulunk! Sikernyős rendezvény, amit minden évben meglátogatunk, nem hagyjuk ki egyszer sem. Indulás van. Kicsit fenn van a Dunánk. Így is szép. Sikerült, nagyon-nagyon próbálnak valamit tenni a magyar siklóerdőzésért, hát komoly veszőkutás azért. Na, itt vagyunk. Megjöttünk. Jó sokan vannak már, mutogatnak valamit. Szúnyogot kergetnek talán. Örült ki, letépte a láncát. Jó napot kívánok! Reggel 8 óra van, mindenki nagyon készülődik a repüléshez. Valaki a levegőben van, valakinek ez a kis utánfutó alvó helye. Jó reggelt, Győr, Ménfő, Csanak. Itt már épülnek a repülők, már korán reggel hangoskodott mindenki. Hát megmutatom nektek, így indul egy csendélet itt a táborban. Itt most kerül föl éppen egy lélek. Azt a csavart úgy hívják, hogy lélek. Nem sok minden tartja, de az az egy, az nagyon. Itt lakunk mi, és ott lakik a datoja. Itt van egy négy ütemű, gyönyörű trájk. Hozzá kiterített ernyő. A reggeli mustra van. Menni kell fel az égbe, itt a repülősök már nem bírnak magukkal. Pici motorokkal hajtják. Kedvencem, egy az igazi túragép, egy V2-es motorral szerelt óriás trike. Nagyon szép állapotú. Megjött a főszerkesztőnő. Hát jó reggelt, már én is vettem fel valamit, de nem baj, te is. Igen? Aha. Kicsit fordult a szélirányunk. Az emberek egyre jobban gyűlnek kifele, ott szemben van a Szentendrei csapat. Lecsó készül? Mi lesz? Igen? Sülnek a lángosok is. Hello! A nők dolgoznak, férfiak meg észak és repülnek. Oda néz, sáv, az élet sávja. Terű, asszonykám. Ó, profizmus van itt. Gyereke, sült folyamatosan. Ádám barátunk már melegít. Alapjáratú, egy kicsit tekél már nekem le. Csak egy picit. Megkeressük a karburátort. Lesz nálad rádió? Van, persze. Bátrabbak már a levegőben.
kérem a Sokorói RC Reptér, Ménfő Csanakon. Lehet, hogy mi is felszállunk lassan. Nagyon sokan jöttek el, repülősök is, illetve csak úgy külsősök is. Eljött a mi idő. És állítják fel a hőlégballon. Na, kezdünk! Hazajöttünk! Jaj! Fúcs! Meglepi! Nem én akartam! Jó van! Jaj! Megjött egy szép hosszú lakókocsi. Le se akar esni az orka. Nagyon lassú. Yes! Viszik a batyút a fiúk.
A rendezvény második napján vagyunk, és ez a fő nap, a szombati nap. Rohadt sokan összegyűltünk itt. Egészségedre! Sziasztok! Szeretnénk nektek bemutatni egy nagyon-nagyon kedves barátomat ezen a rendezvényen, ahol repültünk. Kis Pál, talán Pálnak hívják, a barátomat azt sem tudom, hogy hívják, de nem baj. Egy nagyon-nagyon kis csemegével készülünk nektek. Volt egy elképzelésük, hogy egy elektromos autóval lehúznak egy lakókocsit Jezolóba, Olaszországba. És ennek részleteiről egy pár szót beszélgetünk vele. Köszöntünk a nézőknek! Sziasztok! Pál, egy kis csemegi, vagy egy kis információval szolgál nekünk, hogy mi az alap autó, amit te vásároltál, és erről mit lehet tudni? Ez egy Tesla. Model Y. Mi volt az elképzelés? Elképzelés az volt, hogy lemegyünk a tengerpartra, és még soha nem voltunk elektromos autóval, lakókocsival, mert elég magas a fogyasztás. Ez a duplájánál több, mint lakókocsi nélkül. Aha. Egy megállóval le lehetne menni amúgy, de így kettő megállóval. Tehát önmagában nem egy egy töltéssel. Szinte nem egy töltéssel, de mégiscsak betervez egy megállót, 20 perceset általában, és így viszont, amikor kiderül az autó számára, hogy több mint megduplázódik a fogyasztása. Meg légelenása. Meg a légelenása, a fogyasztás véget. Ezért az autó elkezd azonnal számolni, és az egy megállót azonnal 3-ra növeli. Az igen. Ugye a modern autók nem Mercinél, megnyomsz egy gombot, aztán ez nem elég modern, az a baj. Úgyhogy nem vezetni tud, de mi a motorot, azt neked fel. Így. Ennyi ez. Utánfutó mód. Ne, rossz helyen kerestem. Ez be van kapcsolva. Akkor ezt most tervezzük meg utánfutó móddal. Nézzük meg ezt. Zárjuk be, mód befejezése, bezárjuk. Most utánfutó módban van az autó, most már megpróbáljuk megterveztetni újba ezt az utat. Azonnal megnövekedett a megállók száma, és megváltoztattuk ezt az egészet, mert most számol a megnövekedett fogyasztással, és a fogyasztás több mint a duplájára nő. Te ezt belekalkuláltad egyébként ebből? Tehát már volt tapasztalat? Én felkészültem rá. Tehát nem az volt az első út, hogy felakasztottad és mentél? Igen, hanem előtte én már ezt rövidebb távokon húztam. Teszteltem és kiszámoltam, hogy 33 körül lesz ez a fogyasztás, ami egyébként 14-15 is lehet akár. És úgy számoltuk, kilovattban? Kilovattban, és úgy számoltuk, hogy nekivágunk és lesz, ami lesz, ugyanis bárhol tudunk aludni. Aha. Ellentétben avval, hogyha Jezolóba megyünk, úgyhogy... Nagyjából 1000 kilométerről van szó, vagy annyi sem, ugye Jezolóig? Csak 600. Ja, csak 600. Csak 600. Tehát az azt jelenti, hogy 3 megállóval 200 kilométerenként meg kellett állni. Gyorsan egy másodpercen mondjuk el azt, hogy a lakókocsi, amit húztatok, az egy... Benzberg. 550 QDK. 550 QDK, ennek a súlya? 18. Mázsa, 1,8 tonna. Ez 7,5 méter hosszú, és hozzá még az autó majdnem picivel több, mint 4, majdnem 5. Tehát ez egy elég nagy szerelvény. Uh-huh. Ez úgy rendes. Ez egy elég nagy szerelvény, és ehhez a nagyon magas fogyasztáshoz hozzátartozik, hogy 80-nál többen sehol soha nem mentünk. Tehát 80. 80. De elegendő az. 80. Amúgy se húzhatnál egyébként hivatalosan 80 fölé lakót. Igen, igen. Ami még apró bosszúság, és nehezítette az utat, hogy az autónak az önvezető rendszere, amikor megtudja, hogy lakókocsit húz, azonnal nyugdíjazza magát, és azonnal beül a kis székbe, és azt mondja, hogy vezessék. Akkor te vezetsz. És azonnal ő megpihen. A felelősséget rábízza. Ő megpihen, a távolságot tartja, a tempomatot, de a sávot nem. És nem is vált sávot, és nem is kanyarodik. Nem visz át körforgalmon, ezeket mindet aha, visszaadja a kezedbe, mert nem látja a körül. Hát meg ekkora szerelvénynél ítélkezzél te. Igen. Tehát ez így néz ki. Úgy ezeket mindet elveszi,
Úgyhogy 80 is fogni kell a kormányt, egy hihetetlen, de vezetni kell egy lehet, hogy ez nagyképűen hangzik, de egy Teslásnál az, hogy vezetni kell az autót, az így néhány év után már furcsa. Mert a sofőr is sok esetben utas. És tényleg csak akkor az autópályára fölmegyünk, gyakorlatilag 100 kilométeren keresztül nem kell hozzányúlni semmihez. Mert Szlovéniában megérkezel, és azt mondja, 115 kilométer múlva jobbra, és abban a 115 kilométerben nincs dolgod. Én ezt el sem tudnám képzelni, tehát én annyira vezetős vagyok, hogy... Utas vagy, és az a dolgod, hogy felügyeled az autónak a rendszereit. Uh-huh. És nem te vezetsz, vagy nem úgy vezetsz, hanem úgy vezetsz, hogy nézed az autót, és állandóan a forgalmat nézed körülötted. De ugye a lakókocsival ez nem így van, ott vezetni kell. Nézzük meg a belsejét. Ó, itt egy gyönyörűséges hölgy. Hát jó napot kívánunk. Sziasztok. Itt a kedves házi asszony, ugye, Viktória. Itt van egy kis csodabogárka. Nagy konyhás, nagy hűtős, ami kedvencünk. Aha. Míg a gyerekek voltak, addig ugye emeletes ágy. Ez azért. Külön tusoló. Szép nagy. Folytatjuk néhány gyakorlati témával, ami talán a laikusokat is jobban érdekel és felmerül bennük. Engem például, mint laikus az érdekelne, hogy milyen lehetőségek vannak egy ilyen elektromos autó töltésére, mondjuk egy 600 kilométeres távolságban Olaszországban. Egyébként honnan tudjátok, hogy hol van töltő? Tehát ezeket kinézitek, vagy... Ránézünk, az autó közepén van egy monitor, igen. És arra ránézünk, és megkérjük, hogy mutassa meg nekünk, hogy hol van. És az autó tudja. Az autó tudja. És az autó tudja. Az autó tudja. Lido. Ugye itt ez itt nekem megvan az előzményekbe. Ide rányomok, és akkor egy gyors számolás, és itt van az egész út, és már is kiveszi belőle az első szakaszt, és már mondja, hogy induljak el, és töltsen tele az autómat Győrbe. És van egy navigáció, mondjuk van egy cél, beütött, hogy te ide szeretnél eljutni, és útközben ő a legideálisabb töltési állomásokat megmondja, hogy hol van, és hogy melyiket éri el például? Az autó nem a legideálisabb útvonalat tervezi meg, hanem a legideálisabb töltők menti útvonalat tervezi meg. Aha. És a legideálisabb töltési tematikát alkalmazza, ami abban nyilvánul meg, hogy az autót nem teli tölti, és nem üresre meríti. Aha. Hanem 20%-ig meríti, és 80%-ig tölti. Most per pillanat az autóm 63%-on van. Itt látom, az autónak a 63%-on van, de ő azt szeretné, hogyha én nem indulnák útnak 63%-kal, hanem egyből menjek és töltsek 80%-ra. Most csak azt mutatja meg nekem, hogy ha a győri töltőhöz megyek oda, akkor oda 61%-kal érkezek meg 16 perc alatt. 9,5, az alatt 2%-ot megy le. Igen. Tehát az autó kapacitásának csak a felét használja. És ezt tudja megtölteni gyorsan, ezt a szakaszt. Igen, ez a leggyorsabban tölthető szakasz. Amikor útnak indulok, megtervezi az egész 600 km-es utat, és egyből az első szakaszt teszi a képernyőre, ami az első töltőig megy, ott mutatja az első töltőnek a helyét, hány kilométerre van, hány töltőállomás van, hány autó van abba percben a töltőállomásra, hány óra, hány perckor fogunk odaérkezni, hány kilométerre van. Hogyha ezt a megállót erre gyorsan rápillantunk, itt, hogyha ezt megengedi, akkor ez Mariborban, Szlovéniában van ez a Supercharger, 5 állás elérhető a 6-ból, amik vannak, és itt éjjel 0 euróba kerül, nappal pedig 32 eurócentbe kerül az áram. Itt fényképek legördülnek, látszik azt, hogy hol van a töltő, hogy néz ki. És mennyi idő alatt töltődik fel, amennyire neked mondjuk szükséged van, azt mutatja, hogy... Mutatja, az útba betervezi, hogy az első szakasz
ennyi ideig fog tartani, és ott ennyi ideig fogsz tölteni. Meddig, mondjuk, mi a 20, átlag? 20-30 perceket számol. Tehát itt meg kell egy szendvicset és egy kávét, és igen, akkor vagyunk meg. Igen. Itt meg csak egy kávét kell így el, és így akkor meg vagyunk. Így van, mert ő azt is gondolja, hogy amikor odaérsz, akkor te nem szeretnél üres tankkal odaérni, hanem te úgy szeretnél, hogy ott még el tudjál venni a boltba kenyérért, és a villanypara ne legyen benne. Igen, a villanyparát törölje belőled, és azt kiszámolja, és amikor érkezel oda, akkor már előre figyelmezted, hogyha zsúfolt a töltő, és kiírja egy kis sárga háromszöget, tesz a monitor, és azt mondja, hogy zsúfolt töltő, 80%-ig tölthetsz, és utána menned kell tovább. Hogy merő látja azt, hogy más autók is érkeznek erre a töltőre. Mindenkit Isten hozott a jövőben, már itt vagyunk a jelenben. Tehát van, aki így lakózik, eláll a lélegzetem. Akkumulátor előfűtés. Eláll a lélegzetem. Üzenet a telefonra, ha benn vagy a WC-n, hogy gyere, mert... Menned kell. És még egy nagyon kellemetlen dolog, hogy üres járati díjat kell megfizetned, ha elállod mások helye el a töltőt. Uh-huh. Ami 1 euró percenként. És ami jogos. Teljesen, nem állhatsz oda, mert jönnek a többiek. Uh-huh. Addig fel. Ha te ott állsz, akkor neked fizetned kell. Igen. Tehát ha készen van a töltés, és, nem jársz el, nem hagyod el a helyszínt. Fél óráig elfoglalod a helyet a másik elől, annak viszont díja van. Gondolkodj, uh-huh. Igen. Nagyon komoly. Külföldön egyébként több lehetőség van, mint Magyarországon? Több ilyen töltőállomás van? Igen. Minél inkább megyünk nyugat fel, annál több, és minél inkább kelet fel, annál kevesebb. Uh-huh. De most már ez az autó már tud tervezni Románián keresztül, Fekete-tengerhez is több Teslás számolt be róla, hogy már a Teslával és a Tesla töltővonalon lejutnak a Fekete-tengerhez. A Tesla rendszerébe, a Tesla tulajdonosoknak szavazati joga van, és jelölnek ki töltőhelyeket, és a Tesla tulajdonosok szavaznak rájuk. Uh-huh. A telefonos alkalmazáson keresztül, és azokat, amelyikre több a szavazat, azokat megépítik. Uh-huh. De szédületesen nagy sebességgel, tehát a szavazást követően néhány hónap múlva üzembe áll. Ráfekszenek és csinálják. Mikor indultatok erre a túrára? Ezt az utolsó pillanatban úgy találtuk ki, hogy este indulunk el. Az először úgy volt, hogy nappal mentek? Általában nappal megyünk, mert minden emberre általában... Este nem tudunk, mert elálmosodunk, már benne vagyunk a korban. Hát 11 után már egy ilyen... Az álmosság elér minket. Azt gondoljuk, hogy vége van a napnak, és 11 után már nem megyünk, de ezen a túrán itt pontosan éjszaka mentünk. Még mielőtt belemegyünk ebbe, arról beszéljünk már az előbb a költségekről, hogy fizetni kell, hogy vannak ingyenesek és fizetősek is, vagy ez hogy van a töltőállomásokon? Mindenféle töltőállomás van, amit el lehet képzelni. A Teslának saját rendszere van, de vannak privát rendszerek, és Magyarországon is van szerintem 10 féle biztos töltőhálózat. Mindenki a töltőhálózatra regisztrál, mindegyik töltőhálózaton tudnod kell, hogy elindítod és megállítod, és tudnod kell, hogy hány forintot fizetsz az áramért. Ezt mind kell, hogy lássad, vagy a töltőoszlopon, vagy a telefonos alkalmazásban. És ez perc alapon, vagy kilowatt alapon számol? Egy ilyen kombinált alapon, de a kilowatt alapon. Uh-huh. Kilowatt alapon, de perc alapon is. Uh-huh. Az attól függ, hogy melyik hálózatot használod. Uh-huh. A Tesla kilowatt alapon számol. Kilowatt. És nagyságrendileg mennyibe kerül egy töltés, hogyha fizetni kell érte? Egy töltés olyan 20 euró körül van. Uh-huh. Egy nagy töltés. Mi nekünk az egész utunk oda-vissza tartalmazott 2 ingyenes töltést, és 5 fizetős töltést. Uh-huh. Az 5 fizetős töltés volt együtt 30 ezer forint. Ennyi volt az? Az igen, 3 volt. Olaszországban drágább volt. Az áramára országonként változik. Arról mesél nekem egy szót, hogy ez az ingyenes töltés, ez hogy is nézett ki? A Teslánál kitalálták, hogy az emberek a zsúfolt töltők véget csinálják azt, hogy menjenek éjjel. És éjjel ingyen adják az áramot. Éjszakai utazás. Ezért döntöttél az éjszakai mellett? Ez is közre játszott. Tehát a nagy meleg, az autó pályák zsúfoltságának a mentessége,
illetve az az ingyenes töltés az, ami minket az éjszakába belehajtott. Öreg fejükre! De cselt vetettünk be, igen. Ugyanis minden megállónál le kell akasztunk, le kell akasztanunk a lakókocsit, félretenni, rátolatni a töltőre, és amíg a töltés zajlik, addig mi egyet bólintottunk az autóba. Egy 20 percet. De kemény. És ugye azt tudjuk, hogyha egy picit alszol, egy ilyen 10-20 perces alvás, az elég ahhoz, hogy a következő másfél-két órát simán levezess. Megjött a következő helyszín, ugyanez. Mi voltunk egyedül a parkolóba, autó félretéve, kocsiba a töltés, mi pedig aludtunk. Nem volt kérdés, hogy végigvisszük-e az utat, mert elinduláskor még mi ezt nem tudtuk. Uh-huh. Hanem hát majd lehet, hogy megállunk ilyen éjfél körül, amíg bírjuk, aztán egy majd kicsit ilyen lesz, random, ami lesz. Random, igen. Sikerült a dolog. És aztán ezért, hogy te figyelj, gyere, menjünk, aztán picit alszunk. Uh-huh. 4 órára értünk le. És utána lefeküdtetek aludni. És utána, hát ugye ez most szerintem már a kempingezéshez tartozik, hogy egy olyan kempinget sikerült kifogni. A rendezvény második napján vagyunk, és ez a fő nap. Innen jön a víz. Eljött a szombat esti repülés ideje. Csoda jó idő van, olyannyira, hogy semmi szél nincsen. Szerintem már a kempingezéshez tartozik, hogy egy olyan kempinget sikerült kifognunk, aminek volt egy ilyen várakozó rétnek mondják, 5 sor, ahova érkezési sorrendbe álltak be az autók. Már voltak előttünk, aha, míg letalpaltunk, mint a jöttek mögénk. Sorbaállás. Igen, sorbaállás volt. Pontosan 5 sor, 10-15 autóval. Igen, és oda beálltunk, letalpaltunk, és aludtunk reggelig. De jó. Folytkörv. Árammal, villanyjal. Árammat is. Vízzel. Igen. Zuhanyzóval, WC-vel. A várakozóba volt zuhanyzó, WC, áramot adtak, mindent. De mást is láttunk ugyanígy tölteni, tehát nem. Ő azt mondja, hogy adja az áramot, vizet, nem? Igen. Uh-huh. Mi a parcellába kifizetjük, 10 amperos biztosíték van, az a küszöb, és addig fogyaszthatok. Klímát mehethetek. És nagyon kíváncsiak voltunk egyébként, hogy ugye mi hétfőn indultunk, kedden hajnalban 4 órakor értünk le, ergo ott már igénybe vettük éjszaka a szolgáltatást, hogy beleszámolják-e azt amit te ott vagy, és nem számolták bele. Nem számolták bele. Az úgymond ajándék. Mennyi most egy nap, Lidó, ez alóban? Napra nem tudom pontosan, hogyan voltunk. Egy kicsit összetettebb, ugye mi kedtől vasárnapig voltunk egy lakókocsival, 4 fővel, és így fizettünk a 4 főre 510 eurót. Szép volt egyébként a kemping? Még volt? Ilyet nem láttunk. Annyira? Ilyen szépet.
a tusolóba, a mosogató, a szárítógépek, mosógépek, hatalmas, hatalmas mosógépek, tisztaság. Ehhez tartozik hozzá, hogy mi szerettünk volna lemenni még egyszer így Olaszországba, de olyan árak voltak szállásokon, hotelekbe, hogy mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandóak ennyiért, és itt jön be az, hogy a kislányunk, aki már ugye kinőtte az emeletes ágyat, és ő nem akar lakozni, mert nem szeret lakozni, a párja családjával lementek 10 napra ebbe a kempingbe, és felhívott, hogy anya, nektek ezt látnotok kell. Mm-hmm. Itt olyan tiszta minden, ez annyira jó, ez annyira hatalmas, és tényleg hatalmas volt. Mm. Minden ez tengerparti kempinget elképzelni? Hatalmas tenger, saját tengerparttal. Kutyás résszel, tehát ahova csak kutyások mehetnek, kutyás stranddal, kutyás medencével. Nagyon. Játszótérrel, terremmel, térköves utcákkal, vidámparkkal, csúszdaparkkal. Karaoke show, boltok. Akkor azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült utazás, meg jól megtervezett gondolat. Igen. Érdemes volt ezt kipróbálni. Nagyon érdekes. Sáskák voltak. Nem láttam. Szerencsére elkerültek akkor minket, hogy... De nincs gond, mert ezen a hétvégén bepótoltuk. Sáska invázió. Volt igen, tegnap este is egy kis sáska invázió. Az volt a terv, hogy az egész videóanyagot felépítjük a sáskákra, ugyanis korrélnak jó szórakozásra. Bocsánat, ezzel... annyira kapra torkom, bocsánat. A bulikon ezzel szórakoztatni a népet. Igen, no. Megsáskáztunk mindenkit. Elbúcsúzó. Hát nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Nagyon köszönjük, hogy részt vettünk a rendezvényen. Örülünk, hogy itt van. És legközelebb jövőre ugyanekkor ugyanitt. Köszönjük. Köszönjük szépen mindent, és köszönjük, hogy egy érdekes kis utazási sziasztok. Módot megmutattátok így a Teslában. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.